Anyáknapi rendezvényt tartottak a kéti óvisok. Az anyák napja világszerte ünnepelt esemény, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon tartják meg, hazánkban viszont május első vasárnapján ünnepeljük. Nekem nagyon tetszett, nagyon elérzékenyültem, mert a kicsi fiam eddig még nem lépett fel, úgyhogy ez volt neki az első, és nagyon ügyes volt szerintem, és mindenki nagyon aranyos volt, kedves volt, és meglepődtem, hogy már ilyen kicsiként már egyedül tudnak szavalni, úgyhogy gratulálok az óvó néniknek, és köszönjük is. Az ünnepség után a szülőket és a nagyszülőket egyaránt az óvisok kézzel készített ajándékokkal lepték meg. Kézzel készítettek egy nagyon szép virágot, mindig minden évben másikat készítenek, most szerintem ez egy jácint volt egyébként. Kapaszkodik a gyökér, kis virág a félrej. Gödrei Zoltán polgármester rendszeres résztvevője az óvodai rendezvényeknek. Elmondása szerint már nagyszülőként is figyeli ezeket az eseményeket. Folyamatosan készülnek a gyerekek, ahogy az előbb is említetted, minden olyan rendezvényre, illetve ünnepre készülnek, ami az ő életüket valamilyen formában formálja, nevezzük így, és az anyák napja után jön majd a gyereknap, aztán jön a ballagás, és akkor lesz egy kis szünet, és akkor jön majd az évnyitó, és akkor így. Aztán így, ahogy vannak az ünnepek, úgy készülnek mindegyikre. A kéti óvoda dolgozói is mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek és a szülők is egyaránt örömteli pillanatként éljék meg a hagyományőrző ünnepségeket.